Másfél, nem is tudom, egy évet. Írtam ennek egy folytatást, és az lett volna Baby 2. Úgyhogy egy olyan kiváltságos helyzetben vagytok, hogy ti most először hallhatjátok, és benne van a pakliba, hogy soha életemben nem fogok többször előadni. Nem is fogom kiadni, mert rájöttem, hogy igazából ez a rap paródia téma, ez már múlté. De az a lényeg, hogy az a lírai én, aki a Babybe, az UFO, ez így rájött, így megvilágosodott, és rájött, hogy eddig hazugság volt az egész élete. És így belátta, hogy ez így bullshit, amúgy, amit így nyomott a szexizmus, meg mindenféle ilyesmi. Hát fogadjátok szeretettel, de azért előre az elnézéseteket is kérem. És tényleg is. Szóval az a lényeg, hogy soha többé nem fogom előadni valakit. Meg itt sehol nem fogjátok hallani. Világról is elment, az azért valamit, hogy is sekélyes fostalmában rendőr szeretett. Nézd rám, gyere baba vettem, tehát minden, láttam, hogy a fázba vettem, ezzel a refrén alatt rendőr. Egészen idáig nem tudtam, mert nem vagyok én boldog, inkább csak a fekszem, ha sem a rúzs voltak, mindenki kegeci beavatok. Jesus Christ! Egészen idáig nem voltam más, aki gusztustalan rohadék. Miért nem emlékszem, mit kértem a kis nagyján magamnak? De azt az embertel, aki lettem, lehet, hogy sírva hatálnám. Kedves, az előtt jártam, ha igazából a dolgáltam test, és a sestetben meg tőle, leállottam a cívül szervezetnek. Már nem lesz a kert, őzőnek tetszett, és a húgóban Tudottam az összes dílenem számát, kurva Jupéval együtt, meg az összes... Jaj. Bocsánat, pont a felé már. Könnyű folytatom, kúsztam tudottam évből, és ilyen régi a gépen. Addig kicsit beszélgetek még erről a számról. Szóval a felénél tartunk, nem tudom, hogy lehetett érteni a szöveget. Nem. Jó, gyerekek, baki hátán, bocsánat. Igen, szóval ez volt a zárótétele a rap paródiának. És hol érzitek magatokat amúgy? Az király. Akkor nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szuper zenekarok voltak. Úgyhogy... Nagyon jó vagy! Hát még egyszer, bocs, erre nem voltam felkészülve. Igazából ilyen még nem is volt soha. De régóta féltem. Bocs, akkor most viszont még egyszer mondom ezt a számot.